Jóváhagyták a kötelező gépjárműbiztosítás szabálymódosítását. A biztosítótársaságokat azonban arra kötelezik, hogy úgy állapítsák meg a biztosítási díjakat, hogy a cég nem működjön veszteségesen. A most elfogadott módosítás értelmében a biztosítók kötelesek az RCA kötvény árát a károk szintjéhez igazítani. Konkrétan ez abban az esetben áll fenn, ha a károk fedezésére kifizetett pénzösszeg meghaladja a biztosítási díjakból származó bevételeket. A biztosított társaságok kötelezve vannak arra, hogy a káreseményeket kövessék, és abban a pillanatban, amikor tehát a termék veszteségben működik, akkor az árakat kell növeljék. Ez mindenek előtt azokat a biztosító társaságokat érinti, akik a gyors profit utáni hajszában piaci ár alatt értékesítették a termékeiket, de egyúttal nőtt a kártérítések kifizetésének kockázata, amit a garancia alapjuk már nem tud fedezni. A pénzügyi felügyeleti hatóság által jóváhagyott szabálymódosítás egyébként arra is kitér, hogy azokra a járművekre, amelyek műszaki okokból nem közlekedhetnek külföldön, nem kell zöld kártya is. A szállítók szövetsége egyébként továbbra is tiltakozik a biztosítási díj túl magasnak vélt ára miatt. Tavaly évvégén heves tárgyalások zajlottak a pénzügyi felügyeleti hatóság és a szállítók szövetsége között. Utóbbi azt kérte, hogy a biztosítási díjak idéntől legtöbb 50%-kal dráguljanak. Erre ígéretet is kaptak, de most a szállítók azt mondják, hogy ezt megszegték. A pénzügyi felügyeleti hatóság most azzal védekezik, hogy a biztosítótársaságok zöme legtöbb 50%-kal drágította a biztosítási díjakat. Időközben az országos adóhatóság jelezte, hogy ellenőrzésekre készül a kötelező gépjárműbiztosítási piacon. A pénzügyi ellenőrök azt szeretnék kideríteni, hogy a cégek kihelyezett tevékenységekkel csökkentették-e papíron nyerességüket, hogy ezzel indokolják a díjszabások drágítását vagy sem.